Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bronzérmet szerzett Tarjányi István a tájföldi világkupa versenyen. A hagyományos gálával búcsúztatta az esztendőt a Nyíregyházi Sportcentrum. Megszerezték első hazai bajnoki győzelmüket a kékcápák. Négy csapatos U8-as jégkorongtornát rendeztek a szabolcsi sólymok. Három korosztály számára indít bajnokságot a Vármegyei Kosárlabda Szövetség. Bronzérmet szerzett Tarjányi István kardszakákban a Tájföldön megrendezett világkupa versenyen. A Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója ezzel megerősítette jó pozícióját a kvalifikációs ranglistán. Ahogy közeledik a Párizsi Paralimpia, egyre nagyobb jelentősége van egy-egy kvalifikációs versenynek. Te milyen célokkal, reményekkel utaztál Tájföldre a világkupára? Ezzel a céllal utaztam, hogy érmet szerezzek. Bronzérmet sikerült, és ennek is nagyon örülök. Teljesítettem az, amiért mentem, úgymond. A világ másik végére utaztál, kerekesszékesként gondolom, amúgy sem könnyű utazni, versenyezni, átállni. Milyen volt ez a túra? Nagyon hosszú volt, nagyon sokat utaztunk, repülőút is hosszú volt, és a repülőút után pedig, amikor leszálltunk Bangkokban, onnan pedig egy 9 órás buszos utazás volt, abban a városban rendezték a versenyt, amit autó vagy egy kis busszal egy 3 órát meg lehetne járni. Most így sikerült, sajnos kicsit rosszul szervezték ezt meg nekünk, rettentő fáradtan érkeztünk meg. Beszéljünk egy picit a versenyről, hogyan jöttek sorba az ellenfelek és hogyan alakultak a meccsek? Kiemeltként kezdtem a versenyt, tábla kettesként. Az első ellenfelem egy brazil versenyző volt, akitől legutóbb kikaptam az előző versenyemen. Most sikerült megvernem őt úgy, hogy 14-11-ről fordítottam, ami nagy mentális jelenlétnek minősül, és nagyon örülök neki, hogy ez így sikerült. Folytatás? Folytatásban pedig érkezett egy görög ellenfél, akitől szintén kikaptam előző versenyemen. Most pedig sikerült ott is nagy hátrányból fordítanom, 11-4-re vezetett, és onnan sikerült fordítanom 15-12-re. Egy kínai versenyzővel szemben maradtál alul, ráadásul egy olyan valakivel, aki ismeretlen volt számotokra. Mennyire meglepő, hogy hirtelen semmiből előtűnik valaki? A nevét azt már úgy hallottam, meg olvastam úgy a versenyzők között, de egyáltalán nem ismertük az edzőmmel, és nem is tudtuk, hogy mit vív, vagy mit csinál. Vertem már meg kínai versenyzőt régebbi versenyeken, őt nem ismertem, álltam elébe, és meglepett tényleg az, ahogy vívott, és amilyen gyorsaságon vívott, mert ez volt a különbség kettőnk között. Én úgy gondolom, hogy ő speedben sokkal jobb volt, mint én, ami ellen, hát nem tudom, hogy kitalálunk valamit, hogy mi az ellenszer. Ezzel a bronzéremmel mennyire stabilizáltad a helyedet a kvalifikációs ranglistán? Maradtam ott, ahol vagyok jelenleg, és jobban bebiztosítottam a helyemet. A mögöttem lévőktől sikerült egy kicsit jobban elhúznom, ugyanis őket megelőztem a jelenlegi pontjaim alapján, és ezen a versenyen sikerült több pontot szereznem, mint ők. Január 10-én Cardiffban lesz egy világkupa verseny, majd lesz egy Európa-bajnokság Párizsban a paralimpiai helyszínén. Gondolom ezen a két versenyen mindenképp indulsz még. Igen, egyértelmű, tehát nincs megállás, készülünk Cardiffra. Edzeni fogunk a két ünnep között és kis karácsonyi pihenés után. Fogunk tovább edzeni és készülni a versenyekre. Lesz egy világkupa Cardiffban, utána pedig egy párizsi EB, ahol jó reményekkel indulok, mert hogy már egy EB volt, és a kettő között az egyik fog beszámítani a pontok terén. Az első EB-n ott ezüstérmet szereztem, tehát arannyal tudom megjavítani, reméljük sikerül. A Nyíregyházi Sportcentrum jó voltából te is ott lehettél István edzőjeként a Tájföldi Világkupa versenyen, amit ahogy itt elhangzott a sajtótájékoztatón, igazi kihívásként éltetek meg mind a körülményeket, mind a versenyt tekintve. Milyen volt ez a pár nap? Nagyon nehéz volt, nagyon hosszú volt az utazás, és kemény volt a verseny. Nagyon nehéz ellenféleket kaptunk ugye a táblán, de István mind a kettőt hátrányból meg tudta verni. Ez azért nagyon fontos, mert előzőleg mind a kettőtől már vereséget szenvedett, úgyhogy most helyére kerültek a dolgok, és a kvalifikáció szempontjából, hogy ő egyedüli európaiként ott
érmes tudott lenni. Ezzel ugye megelőzte a európai riválisokat, tehát valamennyivel egyszerűbb helyzetben vagyunk a paralimpiai kvalifikációval kapcsolatban. Egy olyan kínai versenyzőtől kapott ki, aki számotokra is meglepetést okozott, mivel? A mozgásával, vagy abszolút nem úgy mozgott, mint egy B sérültségi kategóriás, hanem inkább mint egy A-s. Majd meg fogjuk nézni, hogy milyennek a háttere, a videó minden megvan. Ezen a szinten előfordul gyakran, hogy meglepetést okoz egy-egy versenyző, vagy pedig már azért ismeritek a mezőnyt annyira, hogy lehet készülni mindenkiből? Azért vagyunk meglepődve, mert nem szoktak meglepetést okozni, tehát ugye semmiből jön így valaki, és így mozog, erre még nem nagyon volt példa. Lesznek még világkupa versenyek, lesz egy Európa-bajnokság, mennyire lehet biztosra venni Taljánisan Párizsi indulását? Nagyon jól állunk jelen pillanatban, de ugye a május 31-én zárul a kvalifikáció, addig helyet kell állni tisztességgel, becsülettel, én azt gondolom, hogy menni fog. A hagyományos gálával búcsúztatta a 2023-as évet a Nyíregyházi Sportcentrum. A Continental Arénában 14 sporták képviselői emlékeztek vissza az év sikereire. Az utóbbi években nagyon megnőtt a családunk. Hozzávetőlegesen egy 1500 sportolót várunk a ma estére, és természetesen az őket elkísérő kedves szülőket is, meg azért lesz két illusztrus vendég is a mai estén. Hány sportágat ölel fel a Nyíregyházi Sportcentrum? Az előző két évben 14 szakosztályra bővült klubunk, úgyhogy ez tömörti ezt az előbb említett létszámot. Én azt gondolom, hogy minden téren sikerült egy olyan évet zárnunk, ami a folytatásra erőt és reményt ad arra, hogy folytatni tudjuk ezt az elkezdett munkát. Nagyon nagy létszámról van szó, ha a feltételeket nézzük, akár tárgyi, akár anyagi, akár az edzők számát, minden optimális? Hál' Istennek arra törekedtünk az elmúlt időszakban, és köszönhető ez a kiemelt vidéki egyesületi támogatásnak, meg persze a fenntartónak, Nyíregyháza városának, hogy a működési költségeket abszolút tudjuk fedezni, sőt olyan extrákat is be tudtunk iktatni a gyerekek felkészülésébe, hogy külföldi edzőtábor és egyéb ilyen plusz dolgok. Én azt gondolom amúgy, hogy Nyíregyházán minden adott a jó sportolásra, itt Nyíregyházán sportolni jó, nagyon jó az infrastruktúrás lehetőségünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden igent kielégít. Anélkül, hogy a sportágak között rangsort állítanánk fel, mindenképp meg kell említeni az atlétikát, hiszen öten képviselték a sportcentrumot a nyári világbajnokságon, és hát jövőre Európa-bajnokság és olimpia is. Tehát gondolom, szeretnétek, ha lenne ott nyíregyházi atléta. Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy reálisan 2-3 atlétának abszolút van esélye, mind az EB-re, mind pedig az olimpiára. Most őket elküldtük edzőtáborba, meleg égövön készülnek, és bízom benne, hogy egy olyan sikeres időszak előtt állunk, ami tovább öregbíti klubunk hírnevét. Milyen érzés szétnézi itt a csarnokban? Jó érzés, ezért történt minden. A egykori buszacsa felújítás, ezért hoztuk létre a sportcentrumot, amelynek jelenleg 1450 igazolt versenyzője van, akik komoly eredményeket érnek el, országosan elismert szakembergárdával, edzőkkel a hátuk mögött. Ezért épült az uszoda, az atlétikai centrum, jégpálya, és hát most a stadion, ami nem sokára kész lesz. És hát ezzel a gyerekek nem csak a saját hírnevüket, a város hírnevét is dicsérik, és hát ráadásul ezek a sportifra fejlesztések úgy történtek, hogy a diáksport, a szabadidősport is, mint a versenysport mögötti bázis profitáljon ebből, és hát én azt remélem, hogy profitál is. Ennek az évnek is vannak nagyon komoly eredményei, sporttörténelmet írt az öt nyíregyházi atléta, aki az első hazai rendezésű atlétikai világbajnokságon részt vett, de hát sorolhatnám az egyéb eredményeket, úgyhogy jó érzés ilyenkor itt lenni, ez egy hagyományos program, ugye mindig ezzel a karácsonyi évzáróval zárjuk az esztendőt. Gondolom, amikor beléptél a csarnokba, szétnéztél sportvezetőként, milyen érzés lát, hogy ennyi fiatal sportoló várja a mostani rendezvényt? Ezek talán a legkellemesebb pillanatok, amikor látjuk, hogy mennyi boldog, várakozó és tényleg izgalomtól fűtött gyermek van, hiszen mindenki azért van itt, mert a sporttal valamilyen szintű kapcsolatot ápol, és ez talán a legfontosabb, akár élsport, akár tömegsport, akár közösségi sportról van szó, mindig az a fontos, hogy akár az egész fiatal korosztálytól, egészen a szépkorú magyar emberekig mindenki a sporttal kapcsolatban álljon, és ne csak passzív, hanem aktív módon is,
Úgyhogy nagy öröm itt lenni Nyíregyházán, és tényleg együtt ünnepelni az idei évben elért eredményeket, és látni ezt a nagyon-nagyon sok-sok embert itt, aki a Nyíregyházi Sportcentrum miatt van itt. Amikor aktív sportoló voltál, reflektor fényben zajlott az életed, most is a sportért dolgozol, de talán egy picit a háttérben, mi az, amivel pontosan foglalkozol? Alapvetően a Nemzeti Sportügynökség Non-Profit ZRT-nek vagyok a sportszakmai sportstratégiai vezérigazgatójettese. Ez a háttérintézmény a Honvédelmi Minisztérium sportérfelelős államtitkárságát szolgálja ki, és operatív szinten hajtja végre a feladatokat, mint ahogy a Nyíregyházi Sportcentrumnak a kiemelt sportegyesület támogatását is mi kezeljük. És nyilván igyekszünk minden olyan háttértámogatást nyújtani, ami akár a nyíregyházi, az egész ország sportjának a lehetőségét biztosítja. Úgyhogy még egyszer nagy örömnek szeretés, hogy itt lehetek, és tényleg gratulálok minden egyes nyíregyházi sportsikernek. Megszerezte első hazai bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a Deac U23-as csapatát verték 76-63-ra. A kékcápák valamennyi hazai, a debreceniek pedig valamennyi idegenbeli bajnoki meccsüket elveszítették a szezonban, így biztos volt, hogy az egyik sorozat megszakad. A Nyíregyháza kezdett jobban, az első negyed végén 3, fél időben 10 ponttal vezetett a házigazda. A folytatásban sem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a Deac, a záró negyednek 17 pontos előnnyel vágott neki Merin Mekmedovics együttese. Az utolsó percekben picit kozmetikáztak az eredményen a vendégek, de a nyíregyháziak első hazai győzelme egy percig sem forgott veszélyben. Én szerintem ez első meccs, ahol mi, mondtam, Felidonál a srácoknak, ahol mi vagyunk a bátyák, nagy testvérek, mi vezetünk a meccs, mi diktálunk a tempó, tudunk nagyon jó, mit kell játszani, hogy kell játszani. Plusz 4 vagy plusz 14, akkor is fejbe voltunk, nem volt olyan nagy negatív hullám. Az erre dolgoztunk, erre akartunk a sokat javítani, és szerintem ma este sikerül. Először szerintem mindenkinek van érzés, lehet, hogy csak nekem nem, hogy a végig, elején végig mi fogunk nyerni. De ez jó érzés, és így kell játszani következő meccseket. Szerintem srácok nagyon jó testi taktikai utasítás, amit kell csinálni egy ilyen csapat ellen. Debrecen egy olyan tehetséges, magas, jó képzett csapat. Sikerül megállítani dobó játékosai, centerek, és akkor szerintem ez így kell tovább is csinálni. Megvan az első hazai győzelem, december közepéig kellett rá majdnem válni, viszont ebben az évben van még egy meccs a TF Budapest otthonában. Ott milyen meccsre számítasz ezek után? Figyelj, én ott dolgoztam, én csináltam ezt a csapat, biztos ez most, mikor én jövök oda, ott lesz a ugronunk ránk, és az lesz egész pálya, egy háború, egy csata. De mi hétről-hétről jobban fizikailag is vagyok. Ez látszik, kulcsjátékos lények a Bírnok, különösen ez a két hosszabbításos meccsen bírtunk ki, és ezt a periódus valahol kell ledolgozni. Minden nehézséget kivéve, amit követ miket a felkészülés óta, lassan kell kidobni. És nem a lényeg, hány győzelemünk van, a lényege, hogy fogunk játszani a következő periódussal. Mert azt a periódus most van a TF, és a január 5, január 11 itt van a Budafok és Jászberény, ezt a sorozat valahogy kell fogni, és akkor szerintem sinem vagyunk. Ez a meccsen az volt az ember érzése végig, hogy nem kaphat ki a csapata, hogy érezted a pályán? Egyrészt én is így éreztem, másrészt fél időben is volt róla szó, amikor már úgy viszonylag megnyitató előnnyel mentünk fel 20 perc után, hogy talán most érződik először, hogy komplett csapat vagyunk, hogy elő-hátul jól játszottunk, hogy a 30 pontot kaptunk, 40-et dobtunk, az egy szerintem jó teljesítmény. Sajnos a végére leengedtünk, el is fáradtunk, illetve kiestünk is a ritmusból, de mindenképpen biztató jövőre nézve. Nem egy élet csapattal játszottatok, de azért csak megvan egy győzelem. Előtte volt egy hepkupa siker, mennyit jelentett ez a folytatásra? Remélem, hogy borzasztó sokat, mert minden egyes győzelem ordító szükségünk van ebben a helyzetben. Pláne azért, mert most jön egy olyan periódusa majd a szezonnak. Idegenben még a TFL-en játszunk egy mondhatni közvetlen riválissal, és utána lesz időnk a karácsonyi szünet után, illetve jövőre ott január elején még jobban összeszokni, sokat dolgozni, és ott azt hiszem egy 3-4 olyan mérkőzés jön a második forduló elején a
Jászberény, a Budafok itthon, ez a Salgó után idegenbe, hogy esetleg folyton tudnánk ezt a győzelmi szériát, akkor már majdnem, hogy arról tudnánk beszélni, hogy a 8 közé hogyan tudjuk beverekedni magunkat. Ez még odébb van, és sok munka vár ránk, de mindenképpen ez a cél. Milyen messze számít az a TF ellen? A TF egy kellemetlen stílusú csapat, ráadásul vannak korábbi nyíregyházi játékosai, akik minden bizonnyal extra motiváltak lesznek. Abszolút, ráadásul egy fiatal csapat ők is. Nagyon gyors és modern kosárlabdát játszanak, sok egy-egyel, bátran vállalkoznak három pontossal, tehát nehéz ellenük védekezni. Nagyon bizalommal is játszanak, pláne otthon. Természetesen, mint mondom, még ismételve már, mindenki áll nagyon nehéz idegenbe, de tényleg abban bízok, hogy ez a két siker bármilyen ellenfélen is, bármilyen módon is tud nekünk annyi pluszt adni, hogy egy szép lezárást tudhatunk a 2023-as évben. A forduló további eredményei a következők: Fót Óbudai Kaszások 107-76, BKG Prima Akadémia Meavc 75-60, TF Budapest Budafok 84-73, Jászberény Cegléd 104-98, Újbuda Mavc Pécsi VSK 83-75 és Salgótarján Vasas Akadémia 51-91. A tabella élén a Vasas áll 12 győzelemmel, megelőzve a 11-1-es mutatóval rendelkező PVSK-t. A 2-10-es mérleggel sereghajtó Nyíregyháza vasárnap a 8. TF Budapest vendége lesz. U8-as jégkorong tornát rendeztek a Szabolcsi Sólymok, a nyíregyházi városi jégpályán 4 együttes mért össze tudását. November 13-ától van jegünk, azóta tudunk jégen készülni, és több tornán vettünk már részt. Az edzések azok úgy folynak, hogy napi 3 alkalommal van az U8-10, és heti 3 alkalommal a 12-14 is. Plusz ezt kiemelném, hogy tartunk kori sulit is, minden hétfőn 5 órától 3-4-6-ig, és szerdán ugyanúgy 5 órától 3-4-6-ig, és szeretettel várjuk, akik meg szeretnének tanulni korcsolyázni, meg jégkorongozni, hogyha netán megtetszik nekik ez a sport. Ez egy U8-as torna, ugye 1-6-ot pályán játsszák a gyerekek. Kik érkeztek, milyen csapatok vannak ezen a mai tornán? A mai tornán a Kazinc Barcika és a DVTK, a Nyíregyházi Sportcentrum és mi a Sólymok. Nagyon jó torna. Most a miénkről beszélek, őket láttam játszani, szépen összjátékot játszanak, adják a passz, kapás lövések, olyanokat csinálnak, amit még edzésen sem. Úgyhogy nagyon jól látni itt a kis gyertkőceket, hogy szaladgálnak a jégen. Az eredményjelzőn folyamatosan 0-0 áll, az eredményt hivatalosan nem számoljátok ilyenkor, persze a szülők, gondolom, meg a gyerekek is nyomon követik. Hogy lehet lemérni a fejlődés ennek hiányában? Ezt úgy tudjuk lemérni, hogy ugye megvan, hogy kell passzolni, ki van adva a játékosoknak, hogy kell passzolni, és ugye a szakemberek azok látjuk, hogy mibe kell még előrelépni, sok előrelépés kell még, de jó úton haladunk. Meddig lesz jegetek, és hogy néz ki a hátralévő program még a szezonban? Március 31-ig van ígéret a jégre, és ilyen tornák vannak majdnem minden hétvégén, elég zsúfolt a program. 3-3-ba játszunk, mostanáig részt vettünk már U10-es tornán, U8-as tornán, U12, U14-es tornán, és nagyon jó szerepel az egyesület, mert talán egy vereség volt, azt hiszem az U14-nek, vagy döntetlen a Miskolccal, a többi az mind győzelem, mindegyik korosztályban. Te vagy a Szabolcsi Sólymok U8-as csapatának az edzője. Milyen céllal vágtatok, milyen elvárásokkal vágtatok neki ennek a mai tornának? Hatalmas elvárások vannak a gyerekek felé, illetve az edzők felé ezen a mai csodálatos napon, hiszen ez az első hazai mérkőzésünk. Mi rendeztük meg ezt a csodálatos tornát, amin Kazinc Barcika és még a DVDK Jeges Medvék is eljöttek, illetve a Sportcentrum csapatai. Mindenféleképpen azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy egy tisztes sejtállás legyen. Ez úgy tűnik, hogy sikerült is, mert a hazai csapatot, a Sportcentrumot mi már megvertük egy gyönyörű eredménnyel. De az a lényeg, hogy a gyerekek jól érezik magukat, és mindenféleképpen a fejlődés és a motiváció meg tudjuk határozni a számukra. 8 éves gyerekekről van szó, de hát látjuk, hogy vannak itt kisebbek is, fiúk is, lányok is. Hány év korcsolyázás, korcsolya gyakorlás van mögöttük? 5 éves kortól tudjuk versenyeztetni a gyerekeket, de van olyan gyerekünk, aki már 3,5 éves kortól a Jégsport Egyesület részeseként vannak. Úgyhogy a toborzásokon 3,5 éves kortól várjuk a gyerekeket, és 8 éves korcsoportig tudjuk őket versenyeztetni az U8-as kategóriában, aztán majd fejlődnek az U10-be, 12-be és 14-be.
egy hatott pályán három játékos plusz egy kapus alkot egy csapatot. Mivel küldött fel őket, mi az elvárás ilyenkor? Mindenféleképpen jól érezzék magukat, és az alapfelállásokat tartsuk, hogy védekezünk, és abból gyönyörű támadásokat vezessünk, és sokat passzoljunk, és mindenkinek jó kedve legyen a végén. Kisgyerekekről van szó, értelemszerű, hogy a szülők elkísérik őket, látjuk is, nagyon sokan vannak és jó hangulatot teremtenek, mindig így van? Igen, mindig így van, a szülőknek ilyen kicsi korosztályban, illetve a gyerekeknek is csinálunk egy kis cateringet, hogy evésívás is meglegyen, hogy ez is meglegyen a fejlődésükhöz, de hát a szülők sippadóban nádi hegedűvel érkeznek, mint egy igazi mérkőzésre, úgyhogy fantasztikus hangulatot biztosítanak. Három utánpótlás korosztály számára indít bajnokságot a Vármegyei Kosárlabda Szövetség, amint egy 300 gyereket megmozgató Kontinentál Vármegyei Bajnokság januárban indul, és a tanév befejezésekor ér véget. A legfontosabb feladatom vármegyei elnökként az, hogy kicsit a Covid után újraélesztve, ugye az előző egy-két évben már elindult egy folyamat, újraélesztjük a vármegyei kosárlabda bajnokságokat, és ez nem csak a felnőtt ligára igaz, ami szintén el fog indulni, hanem legfontosabbak a gyerekek. Ezért is gondoltunk arra, és köszönjük névadó támogatónk segítségét ebben a Dorján Zoltánnak, illetve a Kontinentál cégcsoportnak, hogy egy névadó szponzorként tudnak segíteni abban, hogy U10-es, U11-es, U12-es bajnokságot tudunk indítani, mind fiú, mind lányvonalon, és nem csak városi csapatok részvételével, hanem a megyéből is több csapat jelezte már azt, hogy szeretne itt pályára lépni. 250-300 gyereket tudunk megmozgatni, 2-3 hetente fordulókkal, és a díjazásban, illetve a gyerekeknek a jutalmazásában pedig nagyon nagy segítséget kapunk a említett cégtől. Mekkora a logisztikát igényel majd ezeknek a tornáknak a lebonyolítása? Nyilván próbáljuk úgy csinálni, hogy összhangban legyen az MKOS országos versenyrendszerével, tehát nem ütköznek majd a mérkőzések a vármegyei, illetve az országos. 4-5 helyszínen a különböző sport egyesületeknek a rendezésében, az adott fordulóban hétvégenként ezt meg tudjuk rendezni. Megvan rá a kapacitás, és megvannak azok az emberek, akik a háttérben a korábbi években már hasonlót csináltak, úgyhogy bízom benne, hogy semmilyen logisztikai probléma nem lesz, és több helyszínen, több hétvégén egy sikeres bajnokságot tudunk zárni. Fontos, hogy 5-5 elleni klasszikus kosárlabdáról van szó. Igen, a kosárpalánta program ugye a 10-11 éves gyermekeknél még nem az 5-5 elleni játékra fókuszál, különböző képességfejlesztések, sorversenyek vannak, ami természetesen nagyon jó, de ezt kiegészítve én azt gondolom, hogy ebbe a korosztályban már az 5-5 elleni kosárlabdának is szerep kell, hogy jusson. Erre jók a vármegyei szövetségek és ezek a kezdeményezések, úgyhogy bízom benne, hogy ezt kiegészítve egy nagyon jó vonalat tudunk elindítani. A sportbarátok, ha másról nem, a Continental Arena névadójaként ismerhetik a cég nevét, de a minden igaz, az elmúlt években azért többet tett a sportért. Így van, tehát az elmúlt évtizedekben Contitec Magyarország Kft., illetve a jogelődjei a számos sportprogramot, sportkezdeményezést támogattak. Több mint 50 TAU programba vállaltunk támogatást 2015 óta, illetve ezekből a TAU támogatásokból nem csak az utánpótlás képzésre, hanem a helyi sportlétesítmény fejlesztésre is jutott, és ezért büszkék vagyunk arra, hogy itt több évtizede aktív gazdasági szereplőként hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy a fiatalok minél szélesebb körbe tudjanak sportolni, illetve tudjanak ezek a létesítmények fejlődni. Én úgy gondolom, régóta fontos részvevő annak ennek a körnek, és vannak komoly tervünk arra, hogy hogyan bővülhet tovább a cég, és ezt szeretnénk tovább bővíteni a jövőbe, ennek megfelelően. Miért a kosárlabda az a sportág, amelynek vármegyei korosztályos bajnokságainak névadója lett a cégcsoport? Amiért a kosárlabdára gondoltunk, egyrészt a csapat sportág azon is a kosárlabdára nagyon jól harmonizál a Kontinentálnak a négy értéke. Mik ezek? Bizalom, cselekvés, szabadsága egymásért és a versenyszellem. Ha belegondolunk, egy multinacionális cégnek a sikeressége és egy csapatnak a sikeressége ugyanazokon az elveken nyugszik, és ezért látjuk azt, hogy ez összhangban van a cégnek az elveivel, értékeivel, és ezért álltunk a kosárlabda mellé. Egyébként mennyire sportos a cég, gondolok itt arra, hogy vannak-e rendszeres sportversenyek, ahol összemérhetik a tudásukat a dolgozók? Nagyon sokat tettünk ebbe a kategóriába az elmúlt években. Két évvel ezelőtt részt vettünk egy sportszobát, rendszeresen támogatjuk a kerékpár
túrákat itt Tiszatóhoz, Tokajba, ami valamilyen céges támogatással készül, és a sportszobára visszatérve annyira népszerű, hogy egyrészt mindenki igénybe veheti, aki szeret egy kicsit munka után kondizni, mozogni, illetve elindultunk három sportágba és sportbajnoksággal. Tehát most már kezd tradíció lenni az, hogy igenis vannak pingpongba, dartsba és csocsóba bajnokaink, úgyhogy én úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy sportos cég vagyunk, és ezt szeretnénk folytatni a jövőben. És azt szeretnénk, hogy mindenki nyilván a munka elvégzése után mellett tudjon egy egészséges élet-munkai egyensúly részeként sportolni, mozogni és egészséges életet élni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.